Köszöntöm Önöket, az M1 turisztikai magazinját, a Magyarországot látják. Dőljenek hátra a foteljeikbe és látogassanak el velünk a királynék városába, Veszprémbe. Bejárjuk a várat, elmegyünk az óvárosba, felkeressük az érseki palotát, megnézzük a Szent Mihály székesegyházat. Lesz bőven program, tartsanak velünk! Veszprém csendes, szemérmes város. Figyelni kell rá. Sokat kell sétálni utcáin, terein, hogy megértsük sajátos lelkületét. Hallgatni kell a harangzúgást, figyelni kell a falait, épületeit. Veszprém dombjai és völgyei, boltívei és tornyai, a lejtős, szűk utcák és a tágas terek sok felfedezésre váró titkot rejtenek. Mivel igyekeznek ide csábítani a látogatókat Veszprémbe? Mi könnyű helyzetben vagyunk, mert őseinktől örököltünk egy csodálatos környezetet, hiszen az elődeink megépítették ezt a gyönyörű várost, gyönyörű épületeink vannak. Egy olyan gazdag történelmi múltja van ennek a városnak, amire méltán büszkék a helyiek. Nekünk az a dolgunk, hogy ezt az épületállományt, meg ezt a hagyományt valamilyen módon szinten tartsuk. Sokat dolgozunk is azért, hogy ez tényleg így legyen. És amellett, hogy van egy nagyon gazdag történelmi múlt, egy nagyon pezsgő kulturális jelen van a városnak. Rengeteg kulturális fesztivált fogadunk be, illetve nem csak, hogy fogadunk be, hanem helyben hozunk létre jelentős kulturális fesztiválokat. Illetve amikor fejlesztünk, akkor mindig szem előtt tartjuk azt, hogy nem csak a helyieknek fejlesztünk, hanem olyan látványos fejlesztéseket hajtunk végre, amiben bízunk, hogy ez nem csak a veszprémieket, hanem a hozzánk érkező turistákat is érdekli. Az egyik hátrányunk, ami egyben előnyünk is, hogy egy olyan helyen van Veszprém, hogy itt a Bakony, illetve itt van a Balaton. Tehát olyan térségnek a kellős közepén vagyunk, ahol hagyományosan magas a vendégészaka szám, és amikor a Balatonnal egy kicsit rosszabb idő van, akkor hirtelen a turisták keresnek programot, és akkor feljönnek Veszprémbe. Most ők nem alszanak itt értelemszerűen, de nekünk nagyon fontos az, hogy ezeket a vendégeket is fogadjuk, és szeressék meg a városunkat egy kicsit. Tehát ott én valaki, mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki megismeri egy picit Veszprémet, akkor biztos, hogy megszereti, és hogyha megszereti, akkor pedig biztos, hogy vissza fog jönni hozzá. Tehát pont ebből indultunk ki, hogy ha 3-4 napos fesztiválokat szervezünk, akkor itt maradnak, és ugye ehhez egy nagyon magas minőségre van szükség, és ami meghatározza a fesztiváljainknak a támogatását, az pont ez a minőség. Tehát, hogy Veszprémre korábban is, tehát ha a történelmi múltban visszanézünk, mindig a magas minőséget próbáltuk képviselni, és most is ugyanezt szeretnénk megvalósítani. A veszprémi várfalnál állunk, egy igazi veszprémi jellegzetességnél, a tűztoronynál. Miről híres ez a torony? Hát a torony Veszprém jellegzetessége, minden úti könyvben megtalálható, és nagyon sokan ismerik Magyarországon és külföldön is. A jellegzetessége egyrészt a nevében van, ugye a 19. században innen figyelték a várost és az esetleg fellobbanó tüzeket, és innen értesítették a tűzoltókat. De az eredete sokkal régebbi. Az alépítménye, ami ma is megvan, csak kevésbé látható, főleg az óváros tér felől látható, ez a 14.-15. században alakult ki. Ez a vár déli végének a vigyázó tornya volt, tehát az ellenséget figyelték, esetlegesen a tüzeket is, de ez inkább későbbi történet. De elvileg el kellett volna ezt pusztítani, ugye, ezt a tornyot? Igen, ez a torony érdekes módon soha nem pusztult el, pedig ugye a törökök többször is elfoglalták a vára, de a 19. század elejére már nagyon romos állapotban volt. 1810-ben volt az úgynevezett nagy móri földrengés, ami Veszprémet is érintette, illetve a romos állapotban lévő tornyot, és még ebben az évben határozták el a városi tanácsban, hogy megépítik, felújítják a tornyot. Ez az építkezés 1811-ben kezdődött, és 1814-ben adták át a tűztornyot. Két jellegzetesség van ugye itt Veszprémben, az egyik, hogy mindig fúj a szél, a másik pedig, hogy vagy szól a harang? Igen, van egy ilyen mondás, hogy Veszprémben vagy fúj a szél, vagy harangoznak. De ez annak is köszönhető, hogy nagyon sok templom van Veszprémben, a különböző felekezetek templom, de itt a várban is ugye a
katolikus templomok sora található, tehát mindig szól valamilyen harang. És innen a tűztoronyból is szól a zene negyed óránként, ha minden igaz. Így van, negyed óránként harangjáték van, illetve óraütés, és a zene pedig óránként szólal meg. És titkos iratok is vannak állítólag elrejtve valahol. Így van, mint régen minden építkezésnél elhelyeztek valamilyen titkos iratokat, de ez még a családi ház építkezésnél is bevett szokás volt. A torony díszben, a gömbben helyezték el, 1814-ben, amikor fölhelyezték a csúcsdíszet, az építkezés dokumentációját, iratait, illetve lehet, hogy mást is, de nem tudunk. Ennyit biztosan tudunk, hogy a tervek és építési dokumentációk, illetve az építők neve megtalálható ebben a gömbben. De igazából akkor a gömböt soha nem nyitotta ki senki? Nem. A legenda szerint Gizella királyné adta Veszprém városának a nevét, azzal a felkiáltással, hogy Veszprém, mert hogy nem a csöcsebecsék voltak a fontosak számára, hanem sokkal előrébb valónak tartotta azt, hogy legyen egy székesegyháza a városnak. Most a rejtett értékek nyomába eredünk, és kiderítjük azt is, hogy II. János Pál milyen kitüntető címet adományozott ennek a székesegyháznak. Húsz évvel ezelőtt ezt az épületet még mindenki úgy ismerte, hogy Szent Mihály székesegyház, azóta azonban ez megváltozott. Megváltozott még pedig úgy, hogy megváltozott, hogy azóta Szent Mihály bazilika és fő székesegyház. Mégpedig azért, mert bazilika, azért, mert 1981-ben II. János Pál pápa bazilika minor rangra emelte, és mivel aztán végén a Veszprémi püspökségből érsekség lett, és a Kaposvári Egyházmegye lett a második része tulajdonképpen az egyházmegyének, a somogyi terület, éppen ezért fő székes egyház, mivel metropolitas központ lett. Tehát ma a hivatalos elnevezése bazilika fő székes egyháza. Jó, tehát akkor van ennek most már 30 éve is, és van két tábla mindig kirakva. Az egyik mit jelöl? Az egyik, ez a bazilika minor tábláját jelzi, mégpedig a mindenkori pápának a címerével és jelmondatával, mert ez az egyik kötelező cselekvése a bazilikának, hogy ez mindig jelezze a mindenkori pápát, a másik pedig a mindenkori veszprémi főpásztornak, érseknek ugye a címerét. Most jelenleg dr. Márfi Gyula a veszprémi érsek, és annak a címerét lehet látni most. Itt járt Gizella, itt járt Szent István, itt volt Szent Imre, itt volt Gellért. El tudom mondani az árpádházi szenteket és királyokat. Itt koronázták a királynőket a Mohácsi vízig 1526-ig. Itt temették el a királynőket. Több mint valószínű még egy királynő sír van. Meg fogjuk keresni, mert kutatások lesznek. Több mint valószínű Szent László királynak a felesége. De sajnos a többi királynő sírokat kirabolták. Az országnak a legrégebbi bazilikája 1001 éves, 1002 éves, és a legkisebb bazilikája is. A jelen pillanatban, amit látunk, tulajdonképpen ez 101 esztendős. Bár a Hornik Károly bíboros építette át a barokk templomot, de úgyhogy meghagyták a gótikus szentélyt, amely csodálatos van. Szent Istvánnak és Boldog Gizánk, az ő felségénk a házassági évfordulójára, előző főpásztorunk, dr. Szendi József veszprémi érsek, passzóból Gizella királynének az erekélyét elkérte, felnyitották akkor a sírját, és 1996-ban megkaptuk Gizella királynőnek a felső karcsonty erekélyét. És megható volt, hogy annak idején biztos ezen a helyen Szent István az ő feleségével talán karöltve jöttek föl ide a várba, és most ez a két ereki az épségben maradt Szent Jobb, és Gizella királynőnek a karjának ez a csont erekjéje, itt kineszek, tulajdonképpen egymás mellett vonult be, és egymás mellett hoztuk be őket a székesegyházba. Tulajdonképpen a veszprémi püspök az a királynőnek a kancellárja. És a királynő kancellárja 1916-ban koronázták IV. Károly királyt
Buda várán, a Buda koronázási templomban, és az ő feleségét az akkori veszprémi püspök, mégpedig Hornik Károly koronázta, és itt a királyné annak az emlékére ajándékozta ezt a csodálatos pásztor botot, ami jelképezi a püspöknek és jelképezi az egyház megyének, mint nyájnak a vezetését lehet látni, elefánt csont betéttel, nagyon szép gótikus kápolna jelzésével, Szent Erzsébettel, szintiszta ezüstből, az jó jótékonysága adományozó, és ami a csodálatos, az egésznek a pásztorbot tetén pedig a Szent Korona. A honfoglaló magyarok idején 7 dombra épült város egyik magaslatán áll a Veszprémi Vár. Megismerkedünk az óvárossal és az érseki palotával. Miért nevezik Veszprémet a királynék városának? Azért, mert az első magyarországi királynén Gizella itt élt, ezt a város választotta székhelyül, itt éltek a családjával, Imre herceg itt tett például szüzességi fogadalmat, és ezen kívül ő alapította a székesegyházat. A püspökséget Szent István király alapította, és mindenkor a Veszprém püspök volt a magyarországi királynak a koronázója. Tehát csak Veszprém püspök tehette a magyar királynék fejére koronát. A koronázások nem itt voltak sajnos, hanem a legtöbb az ugye Székesfehérváron, illetőleg volt, ami Pozsonyban volt, itt már a Habsburg királyokat koronázták. És most ez a tér, ahol állunk, most hol vagyunk? Ez az Óváros tér. Nek az az érdekes, hogy két részből áll, tehát egy ilyen 8-as formája van, a tűztoronyból ezt jól lehet látni. Nagyon sok neve volt már a térnek, volt ez piactér, volt itt kaszinó, elmúlt időszakban a Vörös Hadseregnek a szobra volt itt. És hát itt érdekes, hogy több épületet lebontottak azért, hogy egy ilyen kis parkot tudjanak kialakítani. Most a millenniumi emlékművel látható itt a városnak, Lugosi Mária szobrászművésző tervezés készített, és az idő múlását próbálta megmutatni. És milyen legendák ismertek? Hát nagyon sok legendája van a városnak, az egyik az, hogy a Dunántúl Rómája 7 dombra épült, ez azért legenda, mert hát hetet nem tudunk összeszámolni, tehát ennél jóval több van. Mellette, hát ami még a mai napig egy nagy kérdés, ugye Gizella királyné hol van eltemetve, a helyiek azt tartják, a középkorban is azt tartották, hogy a királyné itt van. Ennek ellenére Passauban megnyitották a Nindenburgi apácakolostorban egy Gizella nevezetű sírt, és hát a német hagyomány pedig úgy tartja, hogy őt ott temették el. Ami biztos, hogy onnan kaptunk egy erekjét, ez Szendi érsek úrnak a kérésére, az ottani kar erekje látható a mi székesegyházunkban. Azonban a magyar történészek még mindig azt mondják, hogy ő itt került eltemetésre, úgy, mint a többi magyar királyné is. Tehát keresik? Keresik, igen. Hát ő megtalálják az kérdést, mert a török időszakban 17-szer cserélt gazdát a város. Annyira lerombolták, hogy valószínűleg a törökök a sírokat is hát feltörték, kifosztották, és nem nagyon van arra remény, hogy megtalálják ezt a sírt. Azonban egy ilyen kis érdekesség nemrég jelent meg egy kiadvány, amiben leírják, hogy a passaui sírban tényleg nyugszik valaki, csak amikor ő eltemetésre került, akkor a mi királynénk az már több mint 100 éves lett volna, és azért ez nehezen hihető, hogy a 11. században valaki több mint 100 évet él meg. Érseki palotában vagyunk. Miről híres ez a hely, és mikor alapították? Palota belülről számomra egy picit az Eszterházi paloták, Eszterházi kastélyok benyomását kelti. Ez talán nem véletlen ez az összecsengés, hiszen a 18. században épült a palota, 1700-as években, eredetileg nagymányai Koller Ignác megrendelésére, és Fellner Jakab, az Eszterháziak építészének tervei alapján készült. 1420-tól Veszprémnek összesen 100 püspöke volt, a 100. püspök volt dr. Szendi József érsek, aki egyben az első érsek is volt, hiszen őt 93-ban II. János Pál érseki rangra emelte ugye a veszprémi püspökséget, akkori püspökséget, és dr. Márfi Gyula érsek, aki
jelenleg tölti be ezt a, látja el ezt az egyházi feladatkört, tölti be ezt az egyházi pozíciót, ő pedig a második érsek és a 101. püspök. És ő itt is lakik ebben az épületben, ugye? Igen, ő itt is lakik, megtaláljuk itt a rezidenciáját. Természetesen az érseki palota nagyobb része ugye nyilvános és a vendégek számára nyitott. Ez egy nagyon különleges dolog, hiszen ugye Magyarországon nem sok olyan érsekséget, érseki palotát látunk, amely a látogatók számára nyilvános. Akkor ez egy barokk épület, ugye? Mi mindent találhatunk benne, mert ahogy így körülnéztünk, vannak itt tényleg kristálycsillártól kezdve, facsilláron át, mindent. Viszont van érdekesség, ami annyira nem jellemző egy püspökségre, vagy érsekségre. Most itt gondolok ezekre az egyiptomi motívumokra. Ugye nagyon helyesen észrevételezte, hogy nagyon sok egyiptomi motívumú, tehát ampír stílusú bútort látunk. Ez ugye az ampír stílus Napóleon idejébe vezet vissza bennünket, aki a görög-római és főként az egyiptomi művészet felé fordult. És hát többször visszaköszönnek oroszlán motívumok és egyéb keleti motívumok ezeken a bútorokon. Ezeknek a háttere egy picit, ezeknek a háttere nagyon érdekes, de részint ismeretlen, hogy honnan kerülhetett ennyi ampír stílusú bútor a palotába. Emellett nagyon meghatározó, történelmileg nagyon meghatározó volt Ferenc József 1908-as látogatása Veszprémben, illetve ő ugye egy hajmáskéri hadgyakorlatra érkezett ide, és ennek kapcsán látogatott el a veszprémi érseki palotába. Az ő emlékére Csikász Imre készített egy domborművet, amit a lépcsőházban, a lépcső feljáraton látunk. Emellett pedig ugye az ő fogadása mellett a veszprémi püspök, ugye akkor még püspök, Erzsébet királyné fogadására is készült, és az ő fogadására pedig egy gyönyörű gyöngyház berakásos intarziás ülőgarnitúrát, toalettasztallal és íróasztallal rendelt egy párizsi mestertől, egy párizsi asztalos mestertől, akinek egyébként a kéznyomát a Versailles tükörteremben is felfedezhetjük. A király nász éjszakái. Ki gondolná, hogy ez egy ételelnevezés, ami nagyon közkedvelt mai napig a vendégek körében. Most megmutatjuk, hogyan kell elkészíteni ezt az igazi nemesi ételt, amely vadból készült. Étre kínálunk egyik gyöngyszeme, a király nász éjszakái, akár Mátyás király korában is felszolgálhatták volna. Alapvetően vadétel, a meghatározó nyersanyaga, a bakonyi erdők egyik meghatározó vadja a szarvas, szarvas gerincből készül, ezt zsebesítjük, töltjük velővel, egy kis aszus libamájjal koronázzuk, és egy kis fűrtojással, ezen kívül két fűrj madaracska is megtalálható a tálon, és két nagyon finom mártással, egy erdei gomba mártással, bargánya gomba mártással kínáljuk, és egy szarvas lábszár mártással vörösborosan. Próbáltunk egy kicsit szintén a reneszánsz korhoz visszanyúlni, és vasserpenyőben kínáljuk, külön a hús és külön a köret, egy kis mécslánggal megvilágítva egy fadeszkán. Ha az egész család a szabadba vágyik, akkor irány a Sédvölgy, ami igazi kis gyöngyszeme a városnak. Egyre többen hódolnak itt is egy közkedvelt sportnak, a botos sétasportnak, más néven Nordic Walkingnak. A 30-as években indult el Finnországból, és 2001 és 2002 között terjedt igazándiból el a világon ez a sportág. 1997-96 környékén adták ezt a nevet, hogy Nordic Walking ennek a mozgásnak, és Magyarországon pedig ebben az évben májusban lesz 8. éve, hogy bemutattuk a Finn nagykövetségen.
ez a sport a gyaloglása, illetve sífutásból indult ki, és a gyaloglás ötvözete. Ugyanazok a mozgás fázisok vannak, mint a sífutásnál, itt azonban, mivel a gravitáció nagy, tehát nincs repülő fázis, mint a sífutásnál, csúszó fázis, éppen ezért alkalmazkodni kellett a mozgás technikájának a gyalogláshoz, és a két bottal való aktív mozgás, ez annyit jelent, hogy 50%-kal sokkal hatékonyabb a mozgásunk, illetve gyaloglásunk a sportolás ideje alatt. Ennek a mozgásformának a legfontosabb eszköze a bot. A bot karbon összetételből alakul ki. Legfontosabb része a csuklópánt, amelyet felkötünk a kezünkre. Ez tartja stabilan a botnak a helyzetét a mozgás formában, mozgás folyamatában, és a végén pedig nagyon fontos, hogy a botnak a használata, hogy aszfaltpadot kell használni, vagy erdei úton megyek, tehát ezt a kettőt tudja a bot, tehát mind a két végét tudom cserélni. Három szintje van, ez nagyon fontos. Ennek három szintje van, az egészségmegőrző szint, fitness szint és az úgynevezett sportszint. Tehát minden korosztály megtalálja magának a megfelelő szintű mozgásformát ebben a sportban. Útunk során ellátogattunk Székesfehérvárra is, magyar királyaink koronázási városába, és ott pedig felkerestük az Árpád fürdőt, ahol az egészségé a főszerep. A Hübner Jenő tervei szerint készült fürdő 1905. december 31-én nyitotta meg kapuit Fehérvár legmodernebb gyógycéllal épült intézményeként. Számos tulajdonosváltás és rekonstrukció után a fürdő jelenlegi formájában 2010-től várja a vendégeit. Kiegészült a fürdő 1920-ban egy étteremmel és egy szállóval, és így már a vidékről érkezők is meg tudtak itt szállni, és igénybe tudták venni a fürdő szolgáltatásait. Nagyon sokféle gyógy jellegű beavatkozás, vagy hát szolgáltatást, szervizt nyújtottak, például lápos kezelések, iszappakolások, termálvíz, gyógymedencék kényeztették a vendégeket. Egyébként itt megjegyezném, hogy az 1920-as években Blaha Lujza, akkori sztár, énekesnő, színésznő, és egyik kedvenc helyének tartotta, érezte a székesfehérvári fürdőnket, és gyakran látogatott ide. Éppen április hónap a fürdőben nálunk az egészség hónapja. Ez annyit jelent, hogy 4 alkalommal szerdánként ingyenes szűréseket, méréseket végzünk a lakosok számára. Ez tartalmaz vérnyomásmérést, koleszterin szintmérést, vércukorszintmérést, érfal rugalmasságot és még számos hasonló szolgáltatást. Amint láthatták, nem csak akkor érdemes ellátogatni ide Veszprémbe, hogyha a Balatonparton beborul az idő, hanem 2-3 napnyi látnivalót tartogat számunkra ez a város. Jövő héten is tartsanak velünk, akkor a Tanúhegyek szomszédságából, Tapolcáról jelentkezünk majd. Legyen nagyon szép a hétvégéjük, viszontlátásra! Ha már Veszprémben járunk, kezdjük a programajánlót egy helyi eseménnyel. Május 3-ától 8-áig Gizella Napok művészeti fesztivál a Veszprémi Várban. De másfelé sem kell aggódni, számos lehetőség közül választhatunk, például mindenkit vár a budapesti nyári fesztivál programsorozat a fővárosban. De ha csak kirándulnának vagy sétálnának, tudják, akkor sem kell messzire menni, hazánk értékei mindenfelé várják a látogatókat.
A műsort a Magyar Turizmus ZRT támogatta.